itt vagyunk reggel 8 óra van a Moszkva tér kellős közepén, és próbáljuk ezt a ominózus, kultikus Moszkva téri órát valahogy megmenteni. Hát nem tudom, hogy mi lesz belőle, de gyere be, mert a villamos. Én azt el tudom fogadni azt a döntést, hogy az óra úgy újuljon meg, hogy egy új formát kap. Ez egy építészeti döntés, amit tényként kell kezelni. És mi, a Szövetség 39, ott kapcsolódunk a témába, hogy igyekszünk az építészekkel együtt egy olyan megoldást kidolgozni, ami azokat az érzelmi tartalmakat, amiket most az órához társítunk, az lehetőleg minél inkább megmaradjon, és a térnek egy olyan új szimbóluma tudjon lenni, ami reméljük, hogy tovább viszi ezt a tradíciót, amit az óra eddig képviselt. Béla! Vagy melyik az? Kulcot! Ott van a vödörbe! Hogy hívják ezt? Orrfűrész. Olcsón az orrfűrész! Friss a meleg az orrfűrész. Bekerül a Kisszeli Múzeumba az óra, és szeretnénk egy kiállítást is csinálni a Moszkva térről. Ott használnánk föl, meg hát a műszaki gyűjteménynek lenne a része. Nem maga a doboz, meg nem maga a szerkezet, ugye ez nem is az eredeti szerkezet, ami itt érték, hanem ez a történeti szerepe, hogy generációknak a találkozó helye volt. Mindig az óra alatt találkoztunk. Sokat találkoztunk. Mindig az óra alatt találkoztunk itt a Moszkva téren. Innen indultunk irány. Még most. Nézd, a fiatalságom egy részét viszi el, mert a vőlegényemmel mindig itt találkoztunk az óra alatt. Már nem fogunk.